Üdvözlök mindenkit, vagyok, jön is kis Kolden 4 Remastered M249 szó bemutató. Hölgyeim és üreim, íme egy olyan fegyver, amiről ha tudunk egy keveset rájövünk, hogy egy olyan fegyver, Call of Duty, négyen, illetve remasterdön belül, amihez, hát, hogy is mondjam, nincs ö, szükség stopping power-re. Uh, micsoda. Na, hát azt kell mondjam, hogy ez, ez a fegyver, erre a fegyver aztán tényleg fölösleges stopping power-t rakni. Miért? Mert ennek a fegyvernek közel-közép távon a golyó sebzése fölér, 50-nel. Tehát pontosan 50 es sebez egy golyó közel és középtávon ennek a fegyvernek. Ha stopping power rel lenne rajta, akkor 75-ös sebezne. Szóval így is, úgy is, kettő golyóval ölnél meg egy embert, kivéve ha Jagernátot használ. Nos, ebből a szempontból én azt mondom, hogy kibírom azt, hogy egy ellenfélnek Jagger van, ezért nem rakok rá Stopping Power-t, helyette mondjuk rakok magamra egy Stopping power vagy egy UF jammer vagy egy Double tapot, attól függ, egy Slate of Handed, akármit lehet rakni rá, mivel hogy ez a fegyver annyira gyorsan, amúgy is gyorsan a Double Tap nélkül is, de Double tap gondoljátok végig, annyira uh, erős, hogy nem érdemes stopping foglalkozni, mert ha 75, így is, így is, két golyó kellene hozzá, úgyhogy inkább az ember érdemes, hogy úgy válassza, hogy ne rakjon rá um, stopping part. Hát mégis miért, miért jó ez a fegyver? Nagyon kevesen használják ezt a fegyvert kódnében. Uh, az igazság az például, hogy ha Sight-ot raksz rá, akkor érzed, hogy nagyon-nagyon-nagyon félrehúz, ezért nem nagyon érdemes Redwood Sight-ot rakni rá, kivéve, ha nincs fps ed Ha nincs nagyon fps ed akkor rak rá Redwood ot azt mondom, hogy sokat segít rajta, de attól függetlenül azért nem használják ugye az emberek ezt a fegyvert, mert hogy egy szűk lukon kell átlőni gyakorlatilag, és nagyon nehéz lekövetni vele az ellenfelet, pont azért, mert egy szűk lukon kell átlőni. Ezért is a javasolt összeállítás M249-re gyakorlatilag a grip. A gripnél amúgy is a kod 4 ben és ben is meghajták, van egy olyan bugja az M249-nek, hogy ha gripet raksz rá, nagyon összehúzza a célkeresztet, gyakorlatilag olyan, mint a stopping power, uh, bocsánat, mint hogy a steady aim lenne rajta, és emiatt, hogy van benne ez a bug, és nagyon kicsi lesz a fegyver szórása, érdemes levenni a steady aim-et például, és berakni egy deep impactot, de mivel, hogy ezt a fegyvert nagyon olyan pályákon amúgy se fogjuk használni, csak egy shipmenten, egy killhouse-on, mégis azt tudom javasolni, hogy hagyjátok a steady aim-et, rakjatok föl egy grippet, toljatok rá egy jaggernautot, double tapot, vagy uh, slate of rajtatok el a játék stílusotok, és nyomjátok, mint egy rombó nózumban, no mint hogy én is itt csinálom az aranyos kis botjaim ellen, um, Elképesztő ilyen darát lehet velük rendezni, néha szórakoztató és könnyebb velük videót csinálni, mint hogy elmenni játszani egy shipmentet, komolyan mondom, és, és lehet ilyen rambó módban nyomni ilyen kisebb pályákon, például, vagy akár egy wetwork killhouse shipment, ezekkel lehet simán csinálni. Ha, ha esetleg bedobsz egy double tapot neki, akkor érdemes megnézni, milyen csodákat művel a helikopter ellen, azt kell mondjam, tehát pillanatok alatt képes leszedni a helikoptert is, és shipmenten, ha eleve amúgy is egy RPD-t vagy M249-et használsz, érdemes rátolni azt a double tapot, ha netán az ellenfél hívja be elsőnek azt a helit, leszel az első aki nagyjából 3 másodperc alatt ki tudja végezni az enemi helikopter. Srácok, nagyon nincs más, mit elmondani erről a fegyverről. Véssétek, hogy egy kell egy, nem kell neki a stopping power, kell egy, uh, egy grip, kell egy uh, steady aim esetleg és másodlagos perknek, ami, ami jó esik. Tehát én szeretem használni a double tapot uh, esetleg, vagy sleet of handet, mikor milyen kedvembe vagyok. Srácok, köszönöm a figyelmet. Ha élveztétek a kis Cord 4 videócskát, akkor nyomjatok egy like-ot, iratkozzatok föl. A következő videóig sziasztok!